madár esik szárnyal ebben. Ti éreztek bele csak minket tömbrel bukott. Énekes, gitáros előadással indult Balogh Jenő kiállítás megnyitója a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ Márvány termében. A közjóért díjas művész festményeiből összeállított Mentsük meg földünket égiekkel című tárlat fő témája a világ vége utáni bolygónk. A művész olyan emberek nélküli világot fest, ami akkor vár az emberiségre, ha utóbbit nem óvják meg. Balogh Jenő már több mint 40 éve foglalkozik festészettel. Mottója Mentsük meg földünket, illetve a planetáris tudat. Ennek jegyében készít alkotásait. Az emberek már képtelenek a Földet megmenteni, annyira képesek az emberek a Föld megmentésére, mint egy kecskenyáj egy virágos kertnek a megőrzésére. Itt már talán az égieket kellene igénybe venni, mert az emberek erre képtelenek, és ahogy körülnézünk a világban, ez egyre rosszabb lesz. Egyre jobban pusztítják a környezetet. A Földnek kevesebb, mint 5% a termőföld, és az a kevesebb, mint 5%-at is kipusztítják. Most mi lesz akkor 20-30-40-50 év múlva, hogy fogja ellátni azt a 10-12 milliárd embert, aki fog születni? Ez a Föld élelemmel, hát ezt nem lehet tudni. Ezen már tényleg csak az Isten segít az embereknek. Képeimet a kékkel és annak az árnyataival festem, mivel a kék az a Földnek, a bolygónak a színe, és a léleknek is a színe a kék. A pirosat azért viszem be, mert a piros az a Marsnak a színe, az emberek nélküli világ, a lakhatatlan világ, és azért reménykedem, hogy ez valahogy az embereket inspirálja arra, hogy odafigyeljenek a bolygóknak a megvédésére, mert rengeteg a pusztítás, itt kipusztítják az erdőket, az algákat, ami az oxigént termeli, úgyhogy jövőben nézve a világ helyzete az eléggé síralmas. A festő úgy látja, hogy a digitalizáció sem könnyít a helyzeten, sőt káros az emberiségre. Mennyi inkább fejlődik a technika, az emberi lélek annál inkább elsivatagosodik, az emberi kapcsolatok is annál inkább megszűnnek, szinte minden számítógépen zajlik, az ismerkedés, a lájkolás, a minden. Személyes kapcsolat szinte már nincs, és mindenkinek a fülére van ragadva a telefon, és az határozza meg az életüket. Hát szóval ez a jövőre nézve, ez egyszerűen elképesztő. Bár a művésznek már több egyéni és kollektív kiállítása volt, mind Magyarországon és külföldön egyaránt, például Olaszország több városában, Rio de Janeiroban, vagy éppen Athénban, ahol a második kulturális olimpián bronzérmet szerzett. Ő ennek ellenére azt mondja, gyerekkorában kifejezetten rossz kézügyességgel rendelkezett. Gyerekkoromban nem tudtam lerajzolni egy kiflit meg egy zsömlét, hogy fogták a kezemet és vezették, ami nagyon rossz volt. Az általános iskolában, amikor vízfestéke kellett festeni, akkor mindig belemártották egy vödör vízbe, na milyen alkotás lesz belőle, és kiemelték. Most lehet, hogy a mai világban az még modern kép az menne, de hát akkor az körülbelül egy estét, vagy maximum kettes, vagy utalom kettes. Aztán tulajdonképpen anyukám elkezdett festeni. Már a festészet az engem érdekelt mindig, mert érdekeltek a szép színek, a szép festmények, a flamand festészet, az volt az első, ami legjobban megragadott, a flamand festészet, és mindig volt egy könyvesbolt itt a sarkon, a Garai téren, és ott mindig elkértem azt a könyvet, 300 forint volt a 60-as évek, az nagyon nagy pénz volt, és minden nap megnéztem, és végül, amikor sikerült összespórolni, megvettem. Na, aztán anyukám is később elkezdett festeni munkája mellett, és gyönyörű képeket festett, virágcsendeleteket, tájképeket, amiket én nem tudok festeni, és mondta, hogy kezdjek el festeni, és akkor elkezdtem festeni én is, és akkor jött egyik kép a másik után, és akkor utána jöttek a kiállítások Magyarországon, külföldön, és akkor jöttek az elismerések, és akkor utána egyszer azt álmodtam, hogy nekem ezt kell festeni, ezt a világgal való pusztítást kellene valahogy megakadályozni, és ettől jött az a gondolat, hogy mentsük meg földünket. És attól kezdve festem én ezeket a képeket. Az az igazság, hogy a világon legyen az a Dél-Amerika, vagy India, vagy Japán, vagy Ausztrália, vagy Dél-Afrika, vagy akár, mindenhol elismeréseket kapok ezekért a képekért. Én sem számítottam erre, hogy én ezekért valahogy, nem is azért csinálom, hogy elismeréseket kapjak, hanem egy más célja van ezeknek a képeknek. De hát, hogyha kapok, akkor azokat félreteszem, berakom borítékba, könyvbe, és akkor végeztük. Hogy sok érdekes ember elismerését kaptam meg, a Dalai Lámát, akkor az indiai miniszterelnökét is bemegyünk az újságba, akkor utána a Habsburg Ottónak a levelét, akkor a Erdő Péter bíboros úrnak a tiszteletét is elnyertem, és a gratulációját. Meg rengeteg embert, még amikor most nem is jut eszembe, Telleredét és meg a többiekét is, és hát valahogy ez egy jó eset, az embert inspirálja a következő időre a festészet.
A kiállítás augusztus 1-ig tekinthető meg a Babits Mihály Kulturális Központban.